Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Jala Jászmín Grace vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Megújult a térség energiahálózata, 2,2 milliárdos beruházást adott át az E.ON Tolnamözsön. Dolgoznak a szennyezettség felszámolásán, jövőre készülnek el a szekszárdi vízbázis kármentesítésével. Semmelweis napi díját adó elismerésben részesültek az egészségügyi dolgozók. Szív- és érrendszeri betegségek továbbra is vezeti a halálozási statisztikát. Milliárd forintos beruházást adott át az E.ON Tolnamözsön. A modern transformátor állomás közel 30 ezer lakossági fogyasztót és számos ipari üzemet lát el villamos energiával Szekszárd északi részén és Tolna térségében. A fejlesztést 1 milliárd forinttal támogatta az Európai Unió és Magyarország kormánya. Átadták a Dél-Dunántúl legnagyobb zöldmezős áramhálózati beruházását Tolnamözsön. A 8000 négyzetméteren megvalósult új transformátor állomás biztonságosabb energiaellátáshoz juttatja a fogyasztókat. Alföldi Borús Márk, a Technológiai és Ipari Minisztérium helyettes államtitkára elmondta, egyre nagyobb teher kerül az áramhálózatokra. Hogy nagyon dinamikusan nő a villamos energia felhasználásunknak az igénye. Ez a volumen, amit látunk előre láthatóan, már meghaladja a 2,5 gigawatt mértéket, beépített teljesítmény mértéket, amire szükség lesz a következő 5-10 évben. A legmodernebb távműködtetésű berendezésekkel és okos eszközökkel ellátott új transformátor állomás 2,2 milliárd forintból valósult meg, melyből 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást az Európai Unió és Magyarország kormánya adott a fejlesztésre. Én azt gondolom, hogy a tolnai és környékbeli gazdasági szereplők is és a lakosság szempontjából is nagyon-nagyon fontos mérföldkőhöz érkeztünk, és én remélem, hogy az országban ez a jövőben máshol is folytatódni fog, hiszen nem csak az itt élőknek, de nekünk nyilván elsősorban a tolnaiak, mözsiek, szekszárdiak problémáinak megoldása az elsődleges. A tolnamözsi állomás közel 30 ezer lakossági fogyasztót és számos ipari üzemet lát el villamos energiával, de nem csak Tolna térségében, hanem Szekszárd északi részén is. Szekszárdon is ipari parki fejlesztésekben is gondolkodunk, jönnek a beruházók, és az első, második kérdésük az, hogy milyen infrastruktúra áll rendelkezésre. Autópályánk már van, most már van úgy gondolom, hogy megfelelő villamosenergia hálózatunk is, és a következő kérdésekre is pozitív válaszokat kell tudnunk adni. A mözsi állomás teljesen automatizált és távoli beavatkozással is működtethető, mindezek mellett pedig biztosítja az időjárás függő megújuló energiaforrások hálózatba való bekapcsolását is. Olyan mértékű az új csatlakozási igény, amely szükségesítette, hogy új állomást építsünk. Ebben az új csatlakozási igényben ipari ügyfelek is jelen vannak, és természetesen azok a napelem csatlakozási igények, amik erre a térségre is nagyon jellemzőek. Ez mind lakosságnál, tehát az a háztetőkre felszerelhető napelemekről is beszélhetünk, és azokról a nagyobb napelem parkokról is, amelyeket cégek építenek. A beruházás itt nem áll meg, tovább folytatják a villamos energiahálózat modernizálását és kapacitás bővítését, ami lehetővé teszi, hogy egy esetleges áramszünet kis időre vagy egyáltalán ne tűnjön fel a fogyasztóknak. Magyarországnak a béke oldalán kell lennie, a háborús inflációt nem lehet másképpen megakadályozni, csak ha a háborúnak vetünk véget, mondta a miniszterelnök pénteken. Azt is bejelentette, hogy a kormány felgyorsítja a haderőfejlesztést. Hozzátette, háborús helyzet van, nem támadunk, hanem védekezünk. Nem most van az ideje annak, hogy előre tudjunk lépni egy vagy kettőt a fejlesztésekben, vagy akár bérkérdésekben. Siker, az eredmény ma az, ha nem csúszunk vissza, hanem meg tudjuk vetni a sarkunkat, vagy a lábunkat, és nem engedjük, hogy a háborús helyzet visszatoljon bennünket a gazdasági fejlettség, meg az életszínvonal tekintetében. És ezért tettem világossá már az eskütételem időszakában is, hogy amire vállalkozni tudunk ma jól elkismerte és őszintén, az az, hogy megvédjük azt, amink van. Teljes foglalkoztatást, családtámogatási rendszert, rezsicsökkentést és a nyugdíjakat. Jövőre készülnek el a szakemberek a szekszárdi lőtéri ivóvíz bázis kármentesítésével. A területet évek óta nem használja kitermelésre a megyei jogú város, mert a föld alatt sok a mérgező anyag. A probléma évtizedek óta fennáll, a munka 2016-ban kezdődött el.
Itt a szekszárdi lőtér alatt található a városi vízbázis legnagyobb egybefüggő felülete. A szakemberek 1993 óta tudják, hogy a felszín alatti réteg a legtöbb helyen gyengén, néhol erősen szennyezett. De nem csak ott, hanem itt, az Epreskert utca környékén is ugyanaz a helyzet. A talajban sok a szerves oldószer, mert a szocializmus idején az egykor itt működő ipari létesítmények nem fordítottak kellő figyelmet azok tárolására. 2016-ban nyílt lehetőség arra, hogy speciális módszerrel elkezdjék már a föld alatt megtisztítani a vizet. A szakemberek először felmérték, hogy a kár pontosan mekkora területet érint, és hol, milyen mértékű a szennyezettség. Ezt követően minden területre külön tervet állítottak össze, majd a tényleges beavatkozás is elindult. Különböző kármentesítési eljárásokat, kombinációját alkalmazzák. Mindegyiknek a lényege az, hogy olyan kémiai anyagot juttatnak el a szennyezett területen a felszín alatti térbe, amely vagy elősegíti, vagy pedig gyorsítja a szennyezőanyag lebomlását, és jelenleg a hatóanyag bejuttatása folyik. A feladat hatalmas. Ezt mutatja az is, hogy több mint 6 milliárd forintba fog kerülni, és évekig tart majd. A kármentesítők folyamatosan nyomon követik az elvégzett munka hatékonyságát. Tudni kell, hogy ezeknek a felszín alatt zajló folyamatok az a sajátosság, hogy azokat sajnos nem lehet pontosan megtervezni, pontosan tervezni a környezet nagy változékonysága miatt, és ezért ugye ezt a műszaki beavatkozást is több fázisra bontják a kollégák, és mindig megfigyelik, hogy az adott fázisnak milyen eredményei voltak, és a soron következő fázis hatékonyan megtervezése miatt szükség esetén ugye korrigálják is az eredeti terveket. A szakemberek 2023. szeptemberében fejezik be a munkát, ezt követően viszont legalább 4 évig még monitorozzák majd az egész területet. Semmelweis díjban részesültek Tolna megye legkiemelkedőbb munkát végző egészségügyi szakdolgozói. Az elismerő szavak mellett egy oklevelet, pénzjutalmat, virágcsokrot, illetve egy szekszárdi bort kaptak emlékbe a régió díjazott női és férfi munkatársai. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Tolna megyei szervezete is díjazta az elmúlt évben a legkiemelkedőbb munkát végző egészségügyi dolgozóit. A Semmelweis díj 2005 óta kerül átadásra, ez számít az egyik legnagyobb elismerésnek a szférában. Munk János Tamásné, a MESZK Tolna megyei elnöke elmondta, a régióban található összes egészségügyi intézmény legjobb alkalmazottjait igyekezték díjazni, az alapellátásban foglalkoztatottaktól kezdve a kórházi és mentős kollégákig egyaránt. 2014-ben úgy döntött a megyei szervezet, hogy önálló rendezvényt szervez a díjak átadása és az ünnepség megszervezéséért, tehát azóta szervezzük a Semmelweis napi ünnepségünket. Az ünnepségeinket úgy szoktuk szervezni, hogy egy meghívott előadóval, egy szép ünnepség keretében, illetve a díjak átadása zajlik. Hozzátette, a hagyományosnak mondható szakmai előadásokat is nagy érdeklődés szokta övezni. Az idei téma aktuálisan a fertőző betegségek jelene és jövőképe címet viselte, melyet Csima Zoltán, a Semmelweis Egyetem tanársegédje mutatott be. Hogy szükség van az ilyen rendezvényekre, hiszen tényleg a mindennapi örlődésben az embereknek az ilyen ünnepségek, az, hogy kiemeljük őket a közösségükből, díjazzuk a lelkes munkájukat, az mégiscsak egy ösztönzés arra, hogy továbbra is ugyanilyen lelkesen végezzék a betegellátásban a tevékenységüket. A MESZK Tolna megyei elnöke szerint az egészségügyi ellátásban jelenleg a legnagyobb problémát a szakdolgozók hiánya okozza. Jövő hétfő éjfélig meghosszabbítja a hétfő óta tartó eredetileg csütörtök éjfélig elrendelt legmagasabb fokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleményében kiemelte, a tartós hőség megterheli az egészséges szervezetet is, de különösen veszélyeztetett helyzetekben vannak a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők. Kánikulában a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre van szüksége a szervezetnek, ezért a nagy melegben fogyasszanak több folyadékot. Lehetőség szerint vizet és a déli órákban semmiképpen ne tartózkodjanak a tűző napon. Kitértek arra is, hogy a kánikulát hétvégéken egyre többen töltik vízparton. Felhívták a figyelmet, hogy felhevült testtel ne ugorjon senki vízbe.
Világszerte vezetik a halálozási statisztikákat a szív- és érrendszeri betegségek. Magyarország Európa legelhízottabb nemzetei közé tartozik, így további kockázati tényezőnek számít a magas koleszterin és a vércukorszint is. A szakemberek szerint rendszeres testmozgással, egészséges táplálkozással és évenkénti szűréssel sokat tehetünk egészségünkért. A szív- és érrendszeri szűrővizsgálatok nincsenek annyira a lakosság tudatában, mint a daganatos megbetegedéseké, pedig a legtöbb halálesetért ezek felelnek. Az extrém meleg pedig az ebben szenvedőkre a legveszélyesebb. A mai, modern eszközök már kiszűrnek olyan általános rizikótényezőt, mint a magas vérnyomás. Dr. Bencúr Béla, a Szekszárdi Balassa János Kórház osztályvezető főorvosa elmondta, a nem megfelelő vérnyomás árulkodik a legjobban az ember egészségi állapotáról. Mivel sok esetben tünetmentes, ezért a legtöbben nem is foglalkoznak vele, amíg nem történik nagyobb tragédia. Világszerte több mint 1,5 milliárd ember él magas vérnyomással, és évente 10 millió haláleset köthető a hipertóniához. Nem véletlen volt májusban ez a május a vérnyomásmérés hónapja kampány, hogy ismerjük fel azokat a rejtett, fel nem ismert hipertóniás egyéneket, akik veszélybe vannak. Na most a vérnyomás, ez a tettes, ez nem jár egyedül, mert nagyon komoly tettes társai vannak, a koleszterint, a vércukrot ide tudom sorolni, amelyek együtt sokszorosára növelik még a vérnyomás okozta kockázatot is. Hozzátette, érdemes már fiatalkortól kezdve rendszeresen eljárni szűrővizsgálatokra, ugyanis ezáltal kapható pontos visszajelzés az ember aktuális egészségügyi állapotáról. Tudjuk jól, hogy Európa legkövérebb nemzete vagyunk, gyerekkorban is már, és felnőtt korban is, és hát a cukrot, koleszterint, mindent meg kell ismerni ahhoz, hogy időben fölvegyük a küzdelmet azzal a ránk leselkedő veszéllyel. Mert ezek mögött, a rizikotényezők mögött nagyon korán kialakulva, még úgy szoktuk mondani tünetmentes, szubklinikus formában már érrendszeri elváltozások alakulhatnak ki, de minél hamarabb ezeket fölismerjük, minél hamarabb elkezdjük a megelőző preventív kezelést, annál inkább ki lehet védeni azt, hogy egy tragédia bekövetkezzen. A megelőzés sokkal hatékonyabb és hatásosabb folyamat, mint a betegség utólagos kezelése. Döbrököz önkormányzata ünnepi testületi ülésen fogadta azt a háromtagú erdélyi küldöttséget, akik egy partnerséget megpecsételő okmány aláírása alkalmából érkeztek. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, a kormány kiemelten fontos feladatának tekinti a testvértelepülési kapcsolatok kialakítását, ápolását. Ha komolyan gondoljuk, akkor biztos, hogy tud ez egy gyümölcsöző kapcsolat lenni. Császár Attila a romániai Hargita megyében található Csíkrákos polgármestere küldöttségével érkezett Döbrökközre, hogy hivatalossá tegyék a két község közötti testvérkapcsolatot. Egy régi terve vált valóra ezzel a Tolna megyei településnek, tudtuk meg a polgármestertől. Döbrököz községnek még eddig nem volt testvértelepülési kapcsolata, és én már anno a polgármesteri programomban is meg szerepeltettem ezt az elképzelésemet, hogy mindenképpen egy testvértelepülési kapcsolatot kiépítsünk. A falu a Betlen Gábor alapkezelő ZRT pályázati lehetőségét használta ki, mely arra hivatott, hogy támogassa a határon túli és magyarországi települések között létrejövő kapcsolatokat és azok ápolását, mondta el Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. A miniszterelnökségnek az egyik kiemelt pályázata a testvértelepülési pályázat, amit a nemzetpolitikai államtitkárság hirdett meg. A tavaly már erre az évre, decemberben meghirdettük ezt a pályázatot, és az egyik település, gesztor település, Döbrököz lett, amely település Csikrákossal kívánt létrehozni egy testvértelepülési kapcsolatot. Ennek nagyon örülök, mert nagyon jól ismerem mindkét település. Döbrököz az egyik kiemelkedő községe az én körzetemnek, és Csíkrákos pedig egy székelyföldi település, ahol számtalanszor voltam már csak ebben az évben is. A már a testvérkapcsolatot ápoló községek célja a jövőben, hogy a vezetőkön túl a civil szervezetek, hagyományőrző alapítványok, iskolák és óvodák, de akár családok is rendszeresen találkozzanak egymással. Regionális híreink következnek. Termálvíz visszasajtolási technológia, újrahasznosítás a fenntarthatóság jegyében. Növeli a panaszokat a hőség, jó tanácsok a viszélbetegeknek az orvostól. Olasz rizlingből készül idén a Balaton bora, több mint egy tucat pincészetben palackozhatták ezt a negyűt.
A termálvíz visszasajtolásának technológiáját vizsgálták az elmúlt években pécsi szakemberek. Egy helyi földtani kutatásokat végző cég és az egyetem közösen végeztek tanulmányt annak érdekében, hogy a jövőben fenntarthatóbbá és környezetkímélővé váljon a termálvíz. Napjaink egyik legnagyobb kihívása a teremtett környezetvédelme és a fosszilis tüzelőanyagokról a zöld energiatechnológiákra való átállás. Hangzott el azon a sajtótájékoztatón, melyen a termálvizek újrahasznosítási lehetőségét mutatták be. Egy földtani kutatásokat végző pécsi cég pályázatának köszönhetően már 2017 óta kutatják ezt a területet. A részleteket sajtótájékoztató keretében ismertette a vállalat műszaki igazgatója. Csicsák József elmondta, hogy a projekt célja a költséghatékony, a jelenlegi hazai gyakorlatban alkalmazottnál sokkal fejlettebb technológiák kifejlesztése. Mi magunk, az ipari vállalatok azt reméljük ettől a projekttől, hogy azok a tudományban, technológiai fejlődésében létrejövő, gyorsan képződő információk minél előbb beépíthetők legyenek a gyakorlatba. Konzorciumi partnerként vesz részt a programban a Pécsi Tudományegyetem. Kovács János a beszerzett eszközöket is bemutatta a sajtóképviselőinek. Mint mondja, ezekkel a berendezésekkel többek között kőzetfizikai, kőzettani és folyadéktechnológiai vizsgálatokat végeznek. Az adott kőzetek, ahova vizet igyekszünk visszasajtolni, azoknak a kőzeteknek az ásványtani kémiai adatait tudjuk megadni, vagyis hogy milyen ásványokból áll a kőzet, milyen egyéb más fizikai paraméterei vannak ezeknek a kőzeteknek, illetve mindemellett, hogy milyen olyan kémiai reakciók játszódhatnak le egy visszasajtolt víz és az adott kőzet, ahova visszasajtoljuk, azok között, ezeknek tudjuk mi megadni az adott paramétereit. A technológiák kutatásának köszönhetően a földtani tározókból kinyert termálvizet ugyanabba a vízadóba sajtolják vissza, az tehát újrahasznosíthatóvá válik. Így hatékonyabbá, fenntarthatóbbá és környezetkímélővé válhat a termálvizek kezelése. A nyári hőség különösen rossz hatással van a viszérbetegekre, ezért kerülni kell, hogy a melegtől még jobban kitáguló vénák további panaszokat okozzanak. A viszérbetegség az alsó végtagokon megjelenő kóros vénatágulat. A bőr alatt nagy számban elhelyezkedő felszínes viszerek kitágulnak, megvastagodnak és egy idő után panaszokat okoznak. A lakosság felét kínozza valamilyen viszeres panasz hazánkban. A szakorvos jó tanácsokkal segít a kánikula elviselésében. Napozás, fürdőzés, ezek a tevékenységek a nyárhoz, pihenéshez tartoznak. Azonban a visszértágulattal küzdőknek vigyázniuk kell ezekkel, mondja a szakorvos. Kinek visszértágulata van, az a túlzott napozástól mindenképpen tartózkodjon, mert a meleg az a vénák tágulatát, további tágulatát hozza létre, ezáltal a tünetek fokozódásához vezet. De hasonlóan káros a tartós meleg vízben történő fürdőzés is. Hasonlóképpen a trombózis veszély is nőhet ilyenkor, hiszen minél tágabb egy vér, annál nagyobb a pangás, és egy lassult áramlás az hajlamosít akár egy felszínes trombózis kialakulására, akár mélyvénás trombózisnak a veszélyét is növelheti. Ezért például a gyógyfürdők meleg termálvizeit kerülni kell ilyen problémákkal. Minden nap láthatunk reklámokat különböző tablettákról, amiket a visszeres panaszokra ajánlanak. Ezek vény nélkül kaphatók a patikákban. Segíthetnek, mondja a szakember. Gyógyszerek között jó néhány van, amely a viszértágulatokkal rendelkezőknél a vénás keringést javítják, csökkentik az ödémas készséget, gyorsítják az áramlást a vénában. Így az átalakozott tüneteket, amelyek meleg időben jóval kifejezettebbek, ezeket nagyon jól tudják csökkenteni. Szájon át szedhető készítményeknek előnyös hatásuk van, főleg a nyári nagy melegben, amikor a panaszok azok gyakoribbak viszeres betegeknél. A kompressziós harisnya viselése is segít ilyenkor. Fontos a mozgás, a legjobb az úszás, kerékpározás, labdajátékok, sétafutás. Kerülni kell azonban a súlyemelést és a testépítést, mert ezek növelik a vénás nyomást az alsó végtagban. Vannak vénákra ható testgyakorlatok, ezeket gyógytornászok alkalmazzák és megtalálhatók a világhálón. Hazánkban a visszérbetegség népbetegség. Élete során a lakosság több mint fele szenved valamilyen visszérbetegségben. Nőknél gyakoribb, de az idősödéssel növekszik mindenkinél a betegség kialakulásának veszélye. Új állatok érkeztek a Mancsrendshez. A Pécs határában működő mini állatkert és állatotthon több lakóval is gazdagodott nemrég. Többek között sérült őzikék, törpe boci, emú is beköltözött. Az állatok napi gondozása, ellátása komoly feladat az alapító tulajdonos számára,
önkéntes segíti a munkáját. Ez a munkahivatás, szívvel, lélekkel lehet csak végezni. A Pécs határában található Mancsrencs állatkert és állatotthonnál önkéntesként dolgozik Uzsoki Eszter, aki eredetileg nyelvtanár. Ez egy elég klasszikus történet, látogatóként jöttünk a családdal, körülbelül most 2 éve, aztán itt ragadtam tulajdonképpen. Viszonylag rugalmas a munkabeosztásom, és ezért el tudok jönni hetente néhány reggel. Vannak mentett állatok és tervezett új lakók is az elmúlt 1 hónap alatt, tudtuk meg az alapító tulajdonos Fejes Rózsától. A mentettek között szerepel egy emu, 2 őzgida, 3 nyest, 1 rókabébi és 1 törpeboci. Tervezett állatuk 2 kis bárány és 1 róka. Azonban születtek is állatok, mint például egy kis csikó és a most 1 hónapos alpaka bébi. Közben azt is megtudtuk, jó gyógyult a sebe az egyik kis sérült fiatal őzikének, aki egyik fülét vesztette el. A másik gida további orvosi ellátásra szorul. Az a kis fületlen őzik, akinek letépték a fülét, és hát nincs is, ugye fél füle fog élni már élete végéig. Szófiával vannak egy kis probléma még, ugye, mert ő neki levágta a fűnyíró traktor a lábát, egy nagyon jó állatorvos, szerintem orvosi bravúrral visszavarta a lábát, és belerakott egy ilyen fém implantátumot a lábába, amit viszont ki kellene szedni, mert ugye ez nem tud nőni az őzikével együtt. Egyelőre még ezzel vannak a problémák, hogy ezt hogyan fogják tudni eltávolítani onnan, de hát remélem, hogy megtalálják rá megfelelő módszert. Az itt élő állatok gondozása, élelemmel való ellátása és orvosi kezelése sok pénzt emészt fel, ezért minden nemű támogatást szívesen elfogadnak. 16 pincészetben több mint 100 000 palackot töltöttek meg idén a Balaton borával. Az olasz rizlingből készült nedű üde és könnyed, igazi nyári frissítő, állítják a szakértők. A tó környéki borvidékeken most 7. alkalommal választották meg a Balaton borát. Nagyon szigorú követelményeknek kell megfelelniük azoknak a nedűknek, amelyek végül kiérdemlik a Balaton bora címet. A Laposa pincészet évek óta foglalkozik olasz rizlinggel. Azt mondják, friss és üde borok készülnek ebből a fajtából. Szerintem nagyon szép, mi nagyon szeretjük a 21-es évjáratot. Nehéz és változatos évjárat volt, tehát nagyon pontosan el kellett kapni a születi időpontot, hogy azoknak a paramétereknek és kritériumoknak, amit a Balatonbor támaszt meg tudjunk felelni, de szerintünk jól sikerült, tehát egy üde, friss, könnyed, vagány kis boroskát sikerült palackozni Balatonbor név alatt. Idén már 16 pincészet, több mint 100 000 palack nedője népszerűsíti a tavat és környékét. A fajta választáson kívül az a közös bennük, hogy mindegyik magas minőséget képvisel. Én azt látom, hogy nagyon sokan még nem ismerik, annak egy ennyi évjárat, meg ennyi több 100 000 palackbor elment. Aki viszont megismeri, ő megjegyzi, és nekünk pont ez volt a cél, hogy egy kicsit segítsük a borvásárlókat, akár egy szupermarket polcán, akár egy lángosos büfében, hogyha lát egy ilyen üveget, akkor független attól, hogy milyen logó van alatt, hogy ki a termelője, bátran lemerje kérni. A Balaton környéki borászatok egyébként ígéretesnek tartják az idei szőlőtermést. Azt remélik, hogy a 2022-es is egy remek évjárat lesz. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Megújult a térség energiahálózata, 2,2 milliárdos beruházást adott át az E.ON Tolnamözsön. Dolgoznak a szennyezettség felszámolásán, jövőre készülnek el a szekszárdi vízbázis kármentesítésével. Semmelweis napi díját adó elismerésben részesültek az egészségügyi dolgozók. Szív- és érrendszeri betegségek továbbra is vezeti a halálozási statisztikát. Szombaton az eleinte még erős északnyugati szél fokozatosan mérséklődik, szikrázóan napos, száraz idő lesz, megszűnik a hőség. Éjszaka nyugodt, eseménytelen időre számíthatunk. Vasárnap és hétfőn napközben frontmentes, napos, ismét jelentősen melegedő idő ígérkezik, hétfőn hőséggel. Estére egy gyenge hidegfront érkezhet, aminek hatására néhol előfordulhat zivatar, záporeső. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!